Sok vita után a kormány elfogadta azt a törvénytervezetet, mely az igazságügyben elkövetett esetleges törvénytelenségeket kivizsgáló ügyosztály felszámolását teszi lehetővé. Az ügyben megszólalt az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője is. Már 2020. decemberében a kormány többség és a koalíció megalakulása után született egy egyesség arra, hogy felszámolják a speciális ügyészséget, azonban a következő lépésekről, arról, hogy mi kerül ennek helyére, nem született egy öntetű döntés. A Mentsétek meg Romániát szövetség azt szerette volna, hogy az ügyosztály minden kompetenciája kerüljön vissza a korrupció ellenes ügyészséghez vagy a szervezett bűnözés elleni ügyészséghez. Ezzel szemben az RMDSZ figyelembe véve az unió igazságügyi felügyelet a 2019-es jelentését, amelyben olyan bírók zsarolásáról számoltak be, akik nem a korrupció ellenes ügyészségnek adtak igazat, a szövetség azt javasolta, hogy a felszámolás után egy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben nem ismétlődhetnek meg ezek a visszaélések. Emellett jó lenne, ha az iratcsomók egy része a legfelsőbb bíróság mellett működő ügyészséghez kerülne, fejtette ki Csoma Botond. Az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője hozzátette, hogy a felszámolás mellett főérvként az is szerepel, hogy ez a speciális ügyészség nem végezte megfelelően a munkáját, mivel nem volt elegendő ügyész ahhoz, hogy az ügyeket felgöngyölítsék és a bűncselekményeket bírósági fázisba vigyék. Többek között arra is reagált, hogy van-e politikai kontroll az igazságszolgáltatás felett. Nem a politikum semmilyen kontroll, semmilyen befolyással nem volt az is felett. Ugyanúgy, ahogy továbbra sem lesz, mert azokat az ügyészeket, akik ezekkel a bűncselekmények felderítésével és a vádiratok megírásával foglalkoznak, nem a politikum fogja kiválasztani, hanem a legfelsőbb bírói tanács, ami bírókból és ügyészekből áll. Tehát ez egy marhaság, azt kell mondanom, akik ezt mondják. Ez csak egy ürügy arra, hogy a saját politikai álláspontjukat továbbra is fenntartsák, amely köszönő viszonyban sincs a valósággal. A különleges ügyészség hatáskörébe tartozó ügyek kivizsgálását az ügyészségek veszik át, a nyomozásokat az erre kijelölt ügyészek vezethetik. A jelenleg kivizsgálás alatt álló ügyek nyomozati anyagát a főügyészség elküldi az illetékes ügyészségnek a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül. A felszámolási döntést követően nem csak egy központi testület lesz, ahogyan eddig volt, hiszen 42 ügyész közül ezentúl 12 ügyész Bukarestből, 30-an pedig vidékről fogják kivizsgálni az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket. Ennek következtében a frakció vezető úgy véli, hogy jobban fog működni.